Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, a pontos idő 7 óra. Tudják, ha 7 óra van, akkor megpróbálom betartani az ígéretemet, és egy érdekes embert meghívok, legyen az nő, férfi, sportoló, színész. Ilyen ritkán van, hogy egy házi orvost, egy egészségügyi politikust hívok, de megpróbáljuk levetköztetni őt, most én rendelek, nem ő. Jó napot, doktor úr! Jó estét! Stúdiónk vendége Komáromi Zoltán, mint említettem, egy funkcionáló házi orvos, akinek a csúcsa 92 beteg, a minap éppen 92 beteget látott el, vagy beszélgetett velük. Mikor járt utoljára pszichológusnál? Hát én még életemben nem jártam pszichológusnál. Hál' Istennek az élet úgy intézte, hogy én elég sok szituációból kellett, hogy kijöjjek győztesként, és az ember megtanulta azokat az alapvető technikákat a saját életének a menedzselésére is, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy ilyen segítő foglalkozást végezzen valaki. Mikor látta önt utoljára a pszichiáter? Hát ma reggel látott, amikor vittem neki egy kávét, mert hogy a feleségem most már úristen 30-valahány éve pszichiáterként dolgozik. És szóval akkor van egy személyes karbantartója. Igen, és ez kell is, hogy legyen, főleg azóta, hogy közéleti szerepléseket is vállalok, mert egész más módon kell bizonyos szituációkat lereagálni, hogyha magánemberként, orvosként, másként, ha házi orvosként, és másrészt, hogyha szakmapolitikát tekintve politikusként nyilvánulok meg, és vannak olyan dolgok, amit nem engedhetek meg magamnak politikusként, nem engedhetek meg magamnak házi orvosként, amit egyébként magánemberként legszívesebben kiabálnék, oda csapnék, vagy egyéb. Nem egy sportoló, hogy semmi hiszti. Kezdjük az elején, hol született? Szentesen születtem. Dél-Alföldön, Csongrád megyében, egy 30 000-es kis város, amelyik a 60-as években többször is elnyerte a legvirágosabb város kitüntetést. Egy gyönyörű, nagyon hangulatos kis város. Mivel foglalkoztak a szülei? Pedagógusok voltak, édesanyám óvónő volt, ő hozzájárt kis túlzással a város fele óvodába, édesapám pedig matematika-fizika tanárként ment nyugdíjba, de az első diplomája latin-görög magyar szakos tanár volt, csak aztán a 38-ban szerzett diplomáját nem nagyon tudta konvertálni 50-es években, és azt mondta, hogy a Pitagorász tétel az Pitagorász tétel, úgyhogy beiratkozott a főiskolára, megcsinálta a matematika-fizika tanárit, és az csinálta élete végig. Egy szem gyerek? Nem, van egy öcsém. Belőle mi lett? Hát ő mentőápoló volt, tehát valamennyire az egészségügy irányába orientálódott, de nagyon hamar beteg lett, és tulajdonképpen nem tudta fizikailag csinálni ezt a munkát. Arra pedig segítséget nem kapott a mentőszolgálattól, hogy esetleg szolgálatvezetőként, vagy esetleg tovább tanulva mentőtisztként dolgozzon, és hát ebből aztán egy rokkant nyugdíj lett sajnos. Lehet, hogy a rokkant nyugdíjasokra az orvosok jobban oda kéne, hogy figyeljenek, és megoldásokat találjanak nekik? Nem az orvosoknak, a társadalomnak kellene odafigyelni. Az orvosok a társadalom szerves része, igen. És ha már a társadalom nem veszi észre, akkor van egy barométer, amit úgy hívnak, hogy orvosok, ők kell, hogy meghongassák a harangot, hogy itt van valaki, akit kár elveszíteni. Igen, csak kellene, hogy legyen harang, mert a nélkül nagyon nehéz megkongatni, és az orvosok ebből a szempontból akármennyire is szakmailag felkészültek, vagy pedig ismerik a játék szabályokat, a jogszabályokat, ha nincs meg az az intézményrendszer országosan felépítve, ami a rehabilitációnak 3-4-5 ágát csinálja, és nem csak a mozgásszervi rehabilitációt, nem csak a kardiológiai rehabilitációt, hanem komplex módon kezelnék ezeket a problémákat, és lennének olyan állások, lennének olyan munkahelyek, ahol ezek a rehabilitálandó vagy rehabilitált betegek értelmes munkát tudnának végezni, akkor tulajdonképpen mindenki jól járna, a társadalom is, az egészségügy is, meg az adott helyen a beteg is. Az elmúlt 50 évben hány ilyen egészségügy vagy egészségügy körüli dolgozót vesztettünk el azzal, hogy nem kellőképpen rehabilitáltunk, és nem kínáltunk a tudásuknak megfelelően valamit föl? Hát nehéz erről számokat adni, mert hogy a rendszer így sem működik, tehát nincsenek nyilvántartva azok a betegek, akik a rehabilitáció ellenére, vagy a elégtelen rehabilitáció következtében
csúsztak ki a társadalomból, és élnek ma nagyon-nagyon-nagyon nyomorúságos körülmények között. Igen. Mert ráadásul ez a 9 éve hatalomra jutott kormány, nem tudom miért és milyen indítatásból, de szinte az első csapást ezekre a rokkant nyugdíjasokra mérte. Volt egy ilyen fura ideológia, hogy sok benne a csalás, meg sokan nem megfelelően csinálják, meg hazudnak, és ezért mindenkit büntettek, azt is, aki ténylegesen képtelen. Azóta valami történt, mert a nézők már rég felfedezték, hogy én azért javában mozgássérült vagyok, ugyanezzel nem szoktam foglalkozni, de el kellett, hogy menjek, mert én kiestem a rendszerből, mert disszidáltam, tehát 18 év után elmentem, és amikor visszajöttem, akkor jött egy ilyen rendelet, hogy és mindenkinek el kell menni, és megnézett egy magát ortopédnak állító orvos, aki szerintem életében még nem volt beteg közelében, biztos űrből jött le, mondta, maga szimulál. Mondtam, jó, maga meg alkoholista. Azt becsaptam az ajtót, és odébb mentem, de megtehettem, mert nem foglalkoztam vele. Aztán úgy hozta a sors, hogy mégis be kellett, hogy bizonyítsam azt, hogy 8 hónapos koromban helynemedines voltam, gyermekbénulás, etc. És mondtam, hogy de ez nem egy nátha, ez nem múlik el. Konkrétan az autómhoz kellett ez a mozgássérült, és csodák csodája történt, mert felszámolták azt a budai területi gyerekkórházat, ami régen helynemedin utolkezelő kórház volt, és úgy látszik, hogy a szocializmusban azért nagy rend volt, és mindent irogattak, kirogattak kézzel, és egy ekkora paksaméta, ajándékban megkaptam egy ortopéd orvostól azoknak a másolatát, mondta, az eredetit nem adhatja oda, és új rendelet van, a házi orvos már nem állapíthatja meg, hogy ki milyen korba szenved, és közölte velem a tisztviselő, hogy bumaska, bizonyíték, vagy menjek a részekhez újból felülvizsgálni. Mondom, na oda én nem megyek. Azt mondja, bizonyítsa be. Mondom, egy keringőre fölkérhetem. Ha túléli, akkor... Na, egyszerűen a száz a vége, hogy éjjel 2-kor kipattant az agyamból, hogy én tudom, hogy a könyvespolcomra hova tettem ezt a borítékot. Újabb fénymásolatot kérdeztem, és azt mondtam, hogy lesz, ami lesz. És 2 nap múlva megérkezett a kormányhivataltól a papír, ami csak majd orvosi vizsgálatra 90 nap múlva hívtak volna, hogy forever. Mondtam, hogy jé, vannak még csodák. Ez csak egy töldelék mondat volt, még pedig azért, mert egyre több feladatot elvesznek önöktől, és ezt nem tudom, hogy jó vagy rossz. Hogy például nem állíthatnak ki egy ilyen papírt, ha valaki 30 éve a betege, és mondjuk fél lába van neki, vagy egy keze, és biztos eleget tanult azért, mert is tudja, hogy ezek nem nőnek újra, ez nem egy máj, ami megtermeli magát újra. Ez a szituáció egyébként nagyon jó arra alkalmas, hogy az ember elmagyarázza a magyar egészségügynek ezért a sokféle föl hibáját. Mindenhol a világon az orvos szakértői munka az úgy szervezik, hogy nagy tudású, nagy tapasztalatú főorvos pályázat útján 3 évre vagy 5 évre szakértőként dolgozik, addig a munkahelyéről szabadságot vesz ki, vagy csak mit tudom, egy héten egyszer bemegy operálni, vagy beteget látni, és nagyon kiemelt fizetésért, nagyon tisztességesen, szakmailag a dokumentációkat átnézve, a beteget megvizsgálva hoz egy szakmai döntést, ami felé persze van egy másodfok egyéb, de már első fokon tisztességesen működik a rendszer. Nekem van olyan évfolyamtársam, aki végeztünk, jövőre lesz 40 éve. Elárulta azt is, hogy milyen három idős, éve dolgozott egy belgyógyászaton, leszakvizsgált, vagy 4 évet leszakvizsgázott, majd bement ebbe a szakértői házba, és azóta ott dolgozik. Tehát 36 éve csak szakért, és nem lát beteget, nem kell, hogy kövesse a tudománynak a különböző állásait, és amikor mi elkezdtünk dolgozni, akkor a CT meg az MRI az egy szokatlan és egy nagyon különleges műszer volt, ami ma már ugye... Akkor ő hogy tudja megvizsgálni azokat a leleteket, meg zárójelentéseket, amiket... Nem tudom.
és nem is akarok minősíteni, de hogy a rendszer rossz, az ebből az egy példából is látszik. A második, hogy a házi orvosoktól ezt a jogot, de inkább azt mondanám, hogy ezt a kötelezettséget elvették, ez jó. Ugyanis a betegek kerülhettek olyan szituációba, hogy úgy gondolják, hogy ők jogosultak valamilyen szolgáltatásra, vagy valamilyen segítségre, és azért ez a mozgáskorlátozott parkolókártya, ez egy nagyon drága okmány. Ugyanis bárhol, ahol nem tiltja a KRESZ, megállhat, nem kell fizetnie, adott esetben elnézők is vele. Ott is megállhat, ahol a KRESZ tiltja, és nem okoz zavart. Hát mondjuk egy tűzoltó laktanya bejárata előtt keresztbe nem szoktak megállni. És tulajdonképpen ez egy szakmai kérdés, hogy az illető az életviteléhez szükséges-e, hogy ezt a segítséget megkapja, hogy közel tudjon menni a bolthoz, hogy közel tudjon menni a hivatalhoz, amikor intézi az ügyeit, vagy éjszaka le akarja tenni az autóját, és szeretne fölmenni a lakásába aludni. Na most, hogyha a háziorvos, aki ismeri a beteget, azt mondja, hogy ez még nem az a szituáció, mert itt a jogszabály, és egyébként a jogszabály is hibás, mert ott lenne taxatív, hogy ezért, belefér, nem fér veled, eldöntöm, ha a beteg nem ért vele egyet, van jogorvosati lehetőség. Ehelyett a háziorvosok legnagyobb része, hogy kerülje a konfliktust a beteggel, azt mondta, hogy jó, rendben van. Odaadjuk, itt van a papír, tessék menni, és onnantól kezdve már semmiféle szakmai kontroll nem volt benne, mert a polgármesteri hivatalban vagy a kormányablakban ennek a igazolásnak a kapcsolatban. Tehát akkor tulajdonképpen ez egy jó döntés volt. Minden döntés jó, ami a házi orvos és a páciensei közötti konfliktusokat megelőzi, vagy kiküszöböli. Ugyanez a dolog egyébként a jogosítványnál is. Hát mikor bejön hozzám egy 82 éves betegem, hogy szeretné meghosszabbítani a jogosítványát, és én azt mondom neki, mondjuk 20 éves nexus alapul véve, hogy jó, nézzük meg, hogy mennyire forog a nyaka, mennyire lát, mennyire ingadozik a vérnyomása, mennyire ingadozik a vércukra, és megegyezünk abba, hogy nem adom ki a igazolást, mert akkor elmegy egy személyhez is. Nem megy el. Ha én ezt meggyőzően és okosan és intelligensen és empatikusan csinálom, akkor ez a beteg azt fogja mondani, hogy doktor úr, egyetértünk, igaza van, és a családba megoldja valahogy más. Volt olyan ügyvédbetegem, akinek ez a szituáció létrejött, és innentől kezdve, meg minden hétvégén lement a Balatóra, nyáron lement több hétre is a Balatóra pihenni, egy 80-valahány éves ügyvédről van szó, aki megtehette és meg is tette. Viszont akkor, mikor ezt megbeszéltük, onnantól kezdve vagy a fia vitte le, vagy a szomszéd ember vitte le, és megoldotta a család, és ő is. De könyörgöm, ma, amikor már nem önnek kell aláírnia például, hanem el kell menjek egy szemészhez. De nem, a szemész nem kell elmenni a szemészhez. Ha én úgy ítélem meg a betegről, hogy lát, és alkalmas arra, hogy gépjárművet vezessen, akkor az egy hatósági döntés, és az maximum megfelebezni tudja valaki, hogyha mondjuk nem ért vele egyet. Ha valakinél kétségem van, hogy most a látászavara mitől van, akkor küldöm el szemorvoshoz. Megint csak egy izgalmas dolog, hogyha azért küldöm el szemorvoshoz valakit, hogy a jogosítványa meghosszabbításához kérek szakvéleményt, azért fizetni kell, ugyanis ezt a biztosító nem támogatja. Épp ezért szoktam úgy kivédeni, hogy az adott betegnek, akinek van mondjuk magas vérnyomása, vagy van cukorbetegsége, évente egyszer úgyis elmegy, el kell mennie a gondozás miatt a szemészhez, és erre a beutalóra, amivel elküldöm a szemorvoshoz, ráírom, hogy azt, hogy valami látászavara van-e. És erre, ha válaszol a kollega, akkor én ezt felhasználhatom, ezt a leletet, de nem azért küldöm. Vagy ugyanez a helyzet mozgásszervi panaszok esetén, hogyha valakinek van, akkor azt kezelni kell, azt gondozni kell, nem csak a jogosítvány hosszabbítása lényeg. Tehát itt is azért... Érdekes módon én azt látom, amikor az utcán vagyok és a volán mögött vagyok, hogy nagyon sok embertársam saját és mások életét kockáztatva dürohamakat kap, és olyan érzésem, ahogy mindjárt a vitától vörös lesz a feje neki, és mindjárt agyvérzést fog kapni, ahelyett, hogy számolna tízig, és nem figyelne oda az éppen neki koccanóra, vagy az őt megelőzőre.
Hogy lehet erre fölkészíteni az embereket, hogy önuralmuk legyen? Erre nem lehet fölkészülni, ez mindenkinek saját magának kéne ezt lemenedzselni, hogy ha beül az autóba, azzal ő egy veszélyes üzem részévé válik, ráadásul olyan részévé, amelyik befolyásolni tudja az adott szituációkat. Ahol ön is közveszélyes lehet. Így van. Két hete rengeteget autózom, és nagyon mindig megy a rádió, és pont egy közlekedési műsorba a büntető fékezésről beszélt két szakértő, ami arról van szó, hogy valaki megsértődik egy közlekedési szituációban, megelőzi az illetőt és blokkol, és hogy akkor ki a felelős és ki a hibás, hogy mit kellene csinálni. Igen, de azért, hogy milyen veszi észre és nem marad le, vagy nem áll ki egy pihenőre, hogy elmenjen az, aki ilyen bolond módon vezet. De igazából ez nagyon jellemző. Amerikában ilyenkor le kell húzni az ablakot, hogy nehogy ha belőnek, akkor a szilánk belemenjen a szemébe. Jó, hát többféle kultúra van, de én úgy gondolom, hogy ha valaki a mindennapi életben gépkocsi nélkül is szangvinikus és megbántja a, mondjuk a boltba előtte állókat, vagy türelmetlen az eladóval. Azoknak vagy... ajánlom, hogy rendeljenek telefonon szinte minden áruházláncolat, és hát akkor igen, maximum hogy... a kiszállítóval. Hát ez az, és hogyha 40 perc után egy másodperccel jön, akkor már a kedvezményt fogja hiányolni, hogy miért nem, hol lehet, hogy csak azért nem tud bejönni, mert rossz volt a kapucsengő. Jelentem alásan ennél kényelmesebb szolgáltatás nincs, és ezek az emberek még segítenek a konyhába ki is pakolni. És higgy el, hogy minden pénzt megér, hisz a nyugalmunk. Ez lenne a következő kérdésem, hogy ön ismeri a társadalmat, azon kívül, hogy ön is a társadalom szerves része, mondjuk egy kiemelt figura, mert otthon ápolja a felesége, vagy fordítva, de állandó felügyelet alatt van. Mennyire figyelünk oda magunkra, hogy hülyeségekért ne idegesítsünk föl magad? Mennyire tudunk egy mosollyal, vagy egy felemelt kézzel, mert hogyha valakinek nem adtam meg az elsőséget és a hülyeséget, akkor így csinálok, vagy elkezdek pötyögni a izével, és akkor azt mondja, hülye vagy, miért nem figyelsz oda? Mondom, megúsztuk. És akkor minden, ő is röhög egyet, én is röhögök egyet. Vagy ha véletlenül összekoccanunk, ő életben maradt, én életben maradtam, azért van a biztosító, hogy megoldja a felelőtleneknek a... De nem öljük meg egymást. Mennyire, hol tart a társadalom ebbe az egészbe? Mennyire tudunk disztingválni, mennyire tudjuk nem fölhúzni fölöslegesen és agyvérzést kapni magunkat? Erről mindig azt szoktam mondani a betegeimnek is, hogyha ezt így megkérdezik, hogy mit kéne csinálni, akkor mondom, hogy volt-e Bécsben, az elmúlt egy évben, valamikor, sétált-e ott egy random bécsi utcán, és nézte a szembejövő embereknek az arcát, az arc kifejezését, a mozgását. Maga plagizál, ezért büntetés jár. Miért? Az eredeti szöveg az úgy van, hogy Breuer visszajön Magyarországon, és azt mondom, hogy mi történt az emberekkel, amikor gyerek voltam, mindenki Fülig Jimmy volt, most meg mintha Tisábe áll, mintha gyászba lenne mindenki. Amikor Tel Aviv utcáin mindenki mosolyog. Igen, de... Még üvölten is mosolyog, vagy üvölten. Világos, de most ezt, amit én szoktam mondani, hogy az egy ország, hogy mondjam, mentális és pszichés állapotát is jelzi, hogy az utcán az emberek többsége milyen viselkedés. De ön a hibás, mert nem látja őket el kellő tanácsokkal. Nem mert szabad, politik, nem mert a politikusokkal mindenki. Is, akik... Szóval az úgy kezdődik, hogy én ismerem önt most már jó pár esztendeje, de mindig más környezeti képen látom, hol egy ilyen ellenzéki pártnál, hol egy olyan ellenzéki pártnál, aztán végül látom, hogy mégiscsak jön hozzám, meg megy a rendelőbe. Csak olyan emberen lehet segíteni, aki erre igényt tart. Ezek a politikusok igazából csak eleinte tartanak igényt, hogy legyen nekik is egy ilyen egészségügyi tanácsadók, és utána azt mondják, át tudok én eleget, és... Igen, ez a nagyon veszélyes dolog, amikor a politikus annyira, hogy mondjam, rutinossá válik, hogy már vízen is tud járni, és ezt el is hiszi saját magáról, és nincs szüksége esetleg. Az egyetlen zsidónak sikerült, és nem véletlen. De... Ez nem a vicc helye volt, világos, új szövetség idézett, Genezáre de Tito, én a politikai karrieremet, ha annak nevezhetjük. Én egy olyan embernek köszönhetem, akit ma is utóbbi 30 év egyik legjobb politikusának tartok.
ismerve a hibáit is, meg a gyengeségeit 11. kerületi polgármester. Nem, őt Bajnai Gordonnak hívják. Akivel... De ő nem orvos. Nem orvos, viszont vele lehetett úgy beszélni, hogy éreztem, hogy kíváncsi arra, hogy mit mondok. A szituáció is nagyon érdekes volt, mert 13. januárjában összefutottunk egy pót-szilveszteri bulin, ahol bemutattak minket egymásnak, és tudta a névről, meg a arcról, hogy ki vagyok, ott akkor még azért sokkal kevesebbet szerepeltem közéletben, vagy közszereplőként, nem nagyon tartottak számon. 10 percet beszélgettünk, ebben a 10 percben volt 3 olyan kérdés, amiből láttam, hogy tudja, hogy ki vagyok, és tényleg kíváncsi rá, és azt mondta, hogy mi lenne, hogy ezt a beszélgetést folytatnánk az irodámba. Hát, ha van rá pénze. Ezért az a baj, hogy nem kérdezi meg, hogy van rá pénze. Nem kérdezte meg, mert én is kíváncsi voltam ő rá. Igen. Mert én is csak a médiából láttam, hogy mit csinál, és azért abban nem lehetett apró finomságokat látni. Hát a fél órára tervezett beszélgetés több mint egy óráig tartott, és nem azért, mert hogy húztuk, halasztottuk volna, hanem konkrét dolgokat kérdezett. Kármely biztos ötször beszólt, hogy... Én beszólt, de meg lett nyugtatva, hogy majd mindjárt. És tulajdonképpen az, hogy elkezdtem politizálni, az Gordonnak egy olyan kérdésére volt, hogy oké, látom, hogy tudod, amit kell, meg van egy képed az egészségügyről, ezt szakértőként a háttérből akarod csinálni, vagy kiállsz a frontra. És akkor azt mondtam, hogy megbeszélem otthon a feleségemmel, mert egy ilyen döntést nem lehet hozni úgy, hogy a család nem támogat. Mi volt a válasz otthon? Otthon az volt a válasz, hogy bizonyos feltételek között igen, és az egyik feltétel az volt, hogy ne hagyd abba az orvosi munkát. Ugyanis ez egy biztonságot ad az embernek. Ha valaki az egyetem után rögtön elmegy politizálni, és csak azt csinálja, és csak abból él, hogy politikus, az borzasztó gyorsan talajt tud veszíteni, hogyha valami történik. Mind az előbbi meséből a szakértő, igen. Így van. Én viszont, hogy mondjam, ha a legrosszabb szituáció jönnek be, tehát nem tudom eladni a praxisomat, nem hallgatják meg a tanácsaimat a politikusok, akkor visszamegyek házi orvosnak. És 92 pacienst. Nem lehet 92-t, nem lehet, de meg lehet úgy szervezni, hogy mind a 92 ember, aki valamilyen igénnyel fordult aznap a háziorvosához, az úgy menjen haza, hogy elégedett. Az a szakértő, aki nem tudja megszervezni, aki nem tanult organization and managementet, aki nem tudja átlátni, az nem menjen szakértőnek. Jó, Gordon fölvette? Igen, és akkor én abba a pártba léptem be, az együtt pártba léptem be. Ahol sajnos van az már? Így van, de amikor ez a párt abba az irányba fordult, hogy már mindenkibe belemart, aki a környékén volt, és senkivel nem tudott összeállni és összeférni, én akkor azonnal fölálltam és eljöttem onnan, ami elég nagy megrökönyödést keltett. És utána majdnem 2-3 évig abba a tévhitbe éltem, hogyha én egy párton kívüli szakértő vagyok, el tudom mondani, meg tudom magyarázni a dolgaimat, és egyébként erre pozitív visszajelzések is jöttek, mert mind a 14-es választásoknál, mind a 18-as választásoknál az ellenzéki pártok a mi által összerakott. Igen, de azóta, mint a Bugópest is feltűnt már máshol is, és még mindig nincs ott ez parlamentben. Ez az ungvári Csizmadia, aki 7 ország polgára volt, és közben ki nem tette a lábát Ungváról. Tehát én ugyanott vagyok, ugyanazt mondom, mint 6 évvel ezelőtt, de igazából mindig más van. Na, hogyha nekem ugyanazt mondanám minden héten, akkor már nem jönne. Jó, ezt én értem. Hatalmas szerelem, megtalálta élete párját, gyerekek. Két lányom van, mind a kettő felnőtt már, és a nagyobbik lányomnál van 2 zseniális 10,5 éves ikerpár unokám, egy fiú, egy lánya, hogy illik. A lány az teljesen az anyjára és a nagyanyjára hasonlít, de olyan szinten, hogy a gyerekkori fényképek összetévesztetetlenek, vagy összetévesztetők. A fiú unokám pedig az én 10 éves kori képeimmel nyugodtan elmehet bárhova, mert ugyanaz a... Mit tanultak a lányok? Kommunikációs főiskolára jártak. Hát ez úgy indult, hogy amikor a nagyobbik éppen érettségizett, akkor indult a Budapesti Kommunikációs Főiskola, és ugye ez neki nagyon tetszett, mert ez egy más típusú képzés volt. Új volt, így van. A téma és élvezték is. Nagyon élvezték, és hát a férje is évfolyamtárs volt, tehát ott találtak egymásra.
És aztán a kicsi, amikor szintén érettségizett, akkor innen már szinte egyértelmű volt, hogy neki is abba az irányba kell mennie, mert hogy részt vett a nővérének mindenféle rendezvényein, volt egy ilyen turisztikai csapatuk, akkor mentek kirándulni, és vitték magukkal a kicsit. És el tudják ők tartani ebből magukat, vagy a papa és a mama kell, hogy... Hát a helyzet az, hogy ha van állásuk, akkor többet keresnek, mint mi. Az a baj, hogy tehát ő nekik már a gondolkodások ez is a projekt. Tudománya. Nem, egy projekt gondolkodás, tehát most van egy állás, ezt tudja, hogy 2 évig csinálja, és tudja azt, hogy fél évvel a vége előtt el kell kezdeni keresni másik állást, mert hogy ennek a projektnek vége lesz. A nagymama mennyire kezeli az unokákat és a gyermekeit? Hát szerintem a nagymamaság az nem a kezelés, hanem a támogatás. Egy pszichiáter, akkor is pszichiáter, hogyha éppen nagymamát játszik. Nem. Ami érdekes, hogy a pszichiáterek, és több pszichiátert ismerek, nem, ők nagyon éles határvonalat tudnak vonni, hogy mi a szakma, és mi a pszichiátria, vagy a pszichológiai segítség, a pszichoterápia, és mi a magánélet, mi a barátság, mi a család. Nem véletlen, hogy a terápiás szerződés a pszichoterápiának az egyik legfontosabb módszere, amikor beteggel megegyezik, a pácienssel, a klienssel megegyezik abba, hogy ő mibe tud segíteni, milyen mértékben tud segíteni, és ebbe mit vár el a pácienstől, a klienstől. A háziorvos ebbnél sokkal gyengébben működik, mert a háziorvos a végtelen empátiájával gyakorlatilag fölveszi este 10-kor is a telefont, mikor valaki fölhívja. Én egyébként nekem az nagyon... Az én házi orvosom 12-ös, és megkérdezi, hogy Péter, elfogyott az oldatod. Jó, hát én, ha számítógépet használok, akkor én észreveszem hamarabb, hogy el fog fogyni a héten az altató, mint ahogy a beteg észreveszi. Vagy hogy le fog járni a jogosítvány a jövő héten, és a nővér telefonál, hogy nem kéne ezt meghosszabbítani. Tehát a lényeg az, hogy én fölveszem a telefont, és nem bosszant föl az, hogy esetleg teljesen oda nem való vagy banális dologról kérdez. Elmondom, megfelelő információval ellátom, majd azt mondom, hogy azért nézem máskor egy kicsit az órára, és ezt a 10 órás telefont, ez 6 órakor is lehetett volna. Bár én megtehetném az én nézőimmel, amikor éjjel 2-kor megkérdezik, hogy az előző sláger, ami fekete-fehér volt, ki és mikor énekelte, mert a nagymami ébren van és nézte, de lemaradt az elejéről, nem tudom. Akkor most foglalkozunk egy kicsit önnel. A vergődéseit, elnézést, hogy én vergődésnek hívom, amikor megpróbál egy hajós kapitánynak tanácsokat adni, az azt mondja, hogy ez most jó, mert viharba vagyok, aztán ő megy tovább a hajóval, ön meg általában itt marad. Meg ott van a praxis. És mindig azt várom, hogy amikor egy reggel megjön, azt mondja, hogy Péter, eladtam a praxist. De maga olyan, mint egy öreg zsidó, aki nem akar megválni a tehenétől, hisz az a mindene. Miért hiteti el önmagával, hogy meg szeretne válni a praxistól, amikor nem csak abból él, nem csak abból tartja el a családját, elég nehezen, mert ebből nem lehet milliómosnak lenni, hanem itt van az ujjaiba. Hogy bírnák ki ezek erre három emberek nélkül? Három válaszom van. Az egyik az, hogy ez a budapesti praxis, amit 97-ben nyertem el pályázaton, tehát nem vásároltam, hanem egy álláspályázatot nyertem meg, ha jól tudom, 42-en pályáztak erre, azért ez elég szép volt ismeretlen vidéki versenyzőként megkapni. Ebben 22 éven van benne, szívvel, lélekkel. Ez azt jelenti, hogy van közel 200 ezer lelet digitalizálva a számítógépbe, visszakereshetően. A laborreleteket már nem is mondom, hogy hány labor eredmény van, de hogyha egy betegemnek, aki mondjuk 20 éve a páciensem, mondjuk meg akarom nézni a összes vércukor értékét, vagy az összes májfunkciós értékét, vagy van egy fura lelet, és megnézem, hogy mennyi volt 1 éve, 2 éve, 5 éve, és ez működik, felkereshető, az orvosi döntésekben ezt be lehet építeni, ez egy érték a számomra. Ezt nem adom oda akárkinek. Tehát voltak egyébként jelentkezők, akik jöttek volna, hogy érdekli őket a praxis, és egy órás beszélgetés alatt kiderült, hogy ő nem azt az értékrendet képviseli, és nem azért, ő ebből egy állást lát összesen, és hogyha kap jobb állást, akkor ott fogja hagyni.
És én felelős vagyok a betegeimért, a pácienseimért, és felelős vagyok a két... Ez nem egy kamuduma? Nem. Nem. Bizti? Amikor felhív egy betegem, ez tegnapi történet délután, hogy doktor úr, megérkeztünk, és mondom, és milyen volt a repülőút? Hát ez zseniális, azt mondja, és úgy köszönöm magának, hogy beállította a vérnyomásomat, és rábeszélt arra, hogy menjünk el, és nézzük meg Perzsiát. Mert összejött nekik egy szituáció, hogy kimehettek a férjével, két héttel előtte beesett a mestergerenda, és mondta, hogy mikor indul a repülő, addigra ki rendbe kell, hogy jöjjön. Rendbe jött. És ahogy hazaért Ferihegyről, felhívott, hogy megérkeztünk, és köszöni. Ezek a telefonok is jelzik azt, hogy nem csak nekem fontosak ők, hanem ők nekik is fontos vagyok én. És ez nagyon, nagyon jó érzés. Hetek óta nem alszom, mert a házi orvosom úgy döntött, hogy elfáradt. És elhagy. És én azóta ennek a betege vagyok, hogy januártól ő nem lesz majd talán helyettesít, és a világ legjobb házi orvosa. Én két éve mondom a betegeimnek, hogy én szeretnék 2000... De már körlevelet is írt. Az nem arra vonatkozott, csak... Nem, az én házi orvosom. Ja, kit fogok én fölhívni este 10 órakor, hogy Sanyi, fáj a fejem, és azt mondja, hogy Péter, a jobb kezednél ott van a fejfájás, ami beszél a jó éjszakát. Jó, hát erre kell több 10 év, hogy ez kialakuljon, és én, nekem az a rózsaszín elképzelésem volt, hogy megtalálok egy fiatal, frissen szakvizsgázott orvos, szakorvos személyében. De még ilyen nem született meg? Hát úgy néz ki, hogy nem, mert sajnos akik most szakvizsgáznak... Segítsünk, hol van ez a körzet? Ez Budapest 12. Természetesen vegyük figyelembe a GDPR szabályait. De hát ez Budapest 12. kerületében egy 22 éve karbantartott, informatikailag nagyon jól felszerelt és támogatott háziorvosi praxis két ápolónővel. Tehát, és a két ápolónőért is felelős vagyok, mert ha egy felelőtlen ember... adom el, vagy adom át a praxist. Az elcsapja őket. Igen. Holott az egyik ápolónővel több mint 25 éve dolgozom együtt. Tehát akkor az aranyat ér. Aranyat bizony, és ami érdekes, hogy azért dolgozom vele együtt, mert annak idején 95-ben Szegeden kaptam egy praxist, és mivel hogy a nyugdíj előtt, közvetlenül nyugdíj előtt álló ápolónő egy nap közös munka után felmondott, mert azt mondta, inkább elmenj nyugdíjba, mert ezt a tempót nem bírja. Mert hát ott volt 2500 beteg, azt mondtam, hogy ez gyorsan meg kell ismerni, hogy lássuk, hogy kikkel dolgozunk. És akkor a főnővér, akkor még közalkalmazott voltam, hozott nekem ápolónő jelölteket, és a harmadik vagy negyedik volt az Edith, akivel most is együtt dolgozom, aki szakmailag stabil volt, nagyon jól beszélt, kommunikált a betegekkel, és azt mondtam, hogy mindent megtanulhat még, ami ehhez kell, mert még sose dolgozott körzetben. És amikor följöttünk Budapestre, akkor a szegedi körzetet ugye át kellett adni, és én nagyon bíztam benne, hogy lesz annyira bölcs az önkormányzat, hogy az általam kinevelt fiatal szakorvosnak adja oda a praxist, aki egyébként ott helyettesített, meg ott dolgozott mellettem, tehát a betegek ismerték. Világos. Hát nem. Hát nem. Egy politikus feleségének az unokahúgát nevezték ki, aki előtte egyébként egy teljesen más szakmában dolgozott. Én többször, akkor már Pesten itt dolgoztam, és akkor többször üzentem neki, mert ismertük egymást, őt is, meg a férjét is, hogy hát üljünk le, és átadnám azt a 100-150 beteget, akivel tényleg foglalkozni kell. Jellemző módon szilveszter délelőttjén jött el a lakásra, és mondta, hogy akkor ő átvenni a praxist. Mondtam, hogy nagyon jó, de akkor itt alszol, és majd holnap befejezzük. Nem, neki erre van egy órája. Na, akkor már sejtettem, hogy baj lesz. Január 1-én átvette a praxist, március végén kirúgta ezt a tényleg zseniális ápolónőt, és fölvette nyugdíjast, mert annak olcsóbb volt a foglalkoztatása, és hát úgy ezt pontosabbnak tartotta. És mivel hogy a sors úgy hozta, hogy ez az ápolónő, aki életében nem akart Budapestre jönni, sőt, amikor elkezdtem csábítani, hogy jöjjön föl, akkor egy hét után azt mondta, hogy de köszönj, ez elég és vége. Talált egy olyan fiút, aki viszont Pestre akart jönni. És a szerelem fölhozta őket. Vak fölhozta őket, és azóta együtt dolgozunk, és ez rettenetes sokat jelent, mert tényleg fél szavakból megértjük egymást.
ugyanazt a stílust csinálja betegekkel a nővéri munkába, mint én, és 3 vagy 4 éve vettünk föl egy recepciós ápolónőt, aki szintén nővér végzettségű. Az Erika meg megtanulta tőlünk ezt, és Erikát most ugyanúgy szeretik a betegek, mint minket, és ez tartja együtt a praxist, és ezért mondom, amit mondom. A komáromi maffia. Nem maffia, de ez egy család. És ebbe a családba csak olyan lépedre. Miért kábítja saját magát, hogy el akarja adni ezt a praxist? Mert fáradt vagyok. Mert a 40. 50. beteg után már figyelnem kell arra, hogy rendezettek legyenek. Egy politikai rendezvényen hány beszéd után kezd el szunyókán nyitott szemmel? Attól függ, hogy milyenek a beszédek. Én végighallgatom, tehát én figyelek arra a kommunikációra, ami a környezetemben folyik. Ez a furcsa koalíció, amely a helyhatósági választásokon eredményeket ért el, úgy tűnt, hogy igény tart az ön szakmai tudására. Én csak örülök, hogy nem, mert így többet tud nálam lenni. Hogy tudja megengedni, hogy nálam van, és nem ő náluk? Mi történt? A reggeli órákban azért én osztom be a szabadidőmet, vagy a munkáimat. Akkor rosszul kérdeztem. Nem látom a fényképeket ön, nem látom, hogy kapott volna egy irodát valamelyik kerületbe. Akkor ezek szerint azt úgy mondják ómagyarul, hogy hoppon maradt már megint. Még nem biztos, tehát van itt elég bajuk. Én azért empátia az egy fontos háziorvosi tulajdonság, tehát én látom azoknak az embereknek a... Empátia politikusokkal? Hát ezeket a politikusokat én azért nagyon régen ismerem. Tehát, hogy más nem mondjak, László Imrét 85 óta ismerem. Tehát azért az nem az, hogy most ő a politikus, én meg a szakértő. Na jó, de László Imre egy orvos, egy kórházvezető orvos, azonos diagnózisokat adnak ki, hasonlóképpen látják a világot, ő egy nagy organizátor. De is. Ő egy egész más területén dolgozott az egészségügynek, ő hivatásos katona volt, és ő azon a csapatorvos volt, Honvéd Kórház, BM Kórház igazgatója volt, tehát ő egy egész más, viszont nagyon jól találkoznak a gondolataink. Akkor mégis miért nem ő neki ad tanácsokat? Van egy kórháza is a kerületben. Ez nem az övé. Ez a legnagyobb baj, hogy ezt egy államosított kórház, és a kerületnek semmiféle beleszólása nincs abba, hogy mi történik ott. Ugyanez van a 7. kerületben, itt van a Péterfi Sándor utcai kórház, és az önkormányzatnak még abba sincs beleszólása, hogy mondjuk a járóbeteg ellátásban milyen kapacitások legyenek lekötve. És ezért van az, hogy több hetet kell viszont várni. Viszont a járdát lemoshatja, és tisztaság lehet a kórház körül. Attól nem gyógyul meg az a beteg, aki... Jaj, dehogy nem. Attól, hogyha nincsenek az utcán kosz, ha az emberek nem feltrengenek az utcán, akkor sokkal jobban meg lehet gyógyulni. Jó, de ha valakinek mondjuk hasnyálmirigy gyulladása van, vagy eltörik a lába, az a tiszta járda nem oldja meg. Az nem oldja meg, és az intézményeknek kellene olyan felszereltségnek és olyan finanszírozottságúnak lenni, hogy ne fáradt, kicsavart szakemberek próbáljanak valahogy barkácsolni és improvizálni. Na most nézzük az ön improvizáló képességét meg. Van hátra 4 perc és 51 másodpercünk. Most a lehetetlent fogjuk megpróbálni. Én ebből a 4 perc, 45 másodpercből 4 percig szótlan leszek. Nézzen Jákob szemébe és mondjon 4 percen keresztül valamit, ami kimaradt abból, hogy tudjuk, hogy ki jön rajta. 4 perc indul. Én úgy gondolom, hogy egy első generációs orvosként nagyon sok mindent hoztam otthonról, főleg az emberek iránti szeretetet és az emberek iránti tiszteletet, és megpróbálok, még nem mondtam le róla, olyan módon politizálni és a politikai életbe dolgozni, hogy az tisztességes legyen. Tehát kiszámítható, tervezhető, hogy vissza lehessen kérdezni, hogy meg lehessen kérdezni, hogy miért, és nekem legyenek válaszaim arra, hogy miért. És úgy gondolom, hogy nem szabad 100%-ba függeni a politikától, mert az utána nagyon elbizakodottá tesz, és nagyon, nagyon sérülékeny is tesz egyben. Én bármikor vissza tudok fordulni házi orvosnak vagy orvosnak, viszont nagyon szeretném, és ez nekem alaptételem, hogy az ember ne mind halálig csináljon ilyen segítő foglalkozást, hanem addig, ameddig jól csinálja. És hogyha én most már úgy érzem, hogy 40 év után nem tudom azt a tempót és nem tudom azt a színvonalat nyújtani a betegeimnek, amit 10 éve vagy 20 éve tudtam,
akkor meg kell keresni az alternatívákat, vagy segítséget kérni, vagy valami más megoldást találni. Most ezen dolgozom, és szerintem sikerülni fog, mert bízok benne, és hiszek benne. Miért nem kellenek a kerületeknek a csúcskórházak? Egymondatos válaszokat kérek. Mert 250 milliárd forint, amiben a dél-budai centrumkor vagy szuperkórházat tervezi jelenleg az állam, abból 50 milliárdért két év alatt rendbehozható lenne a Szent Imre kórház, és 200 milliárdért teljesen újra lehetne építeni a János kórházat, és ennek a két kórháznak még van szakembergárdája. Ha fölépítenek 250 milliárdért egy csili-vili olyan kórházat, mint amit most adtak át Bécsben, akkor ez a Szent Imre és a Szent János kórház szakembereivel fog tudni működni, magyarul budai oldal elveszít két kórházat, és csak 2025-re tervezik ezt, addig még van 6 év. A 6 év alatt mi lesz? A 6 év alatt is meg kell a betegeket gyógyítani. Miért gondolja, hogy csak a koalíciónak vannak jó orvosai és szakegészségügyei? Mert ezt mutatja az élet. Szóval amikor egyik ilyen országos szervezet kongresszusán kávézunk az egyik standnál, egy volt államtitkárral, aki kórházi vezetőként is dolgozott, és azt mondja, hogy de miért nincsenek nálunk olyan szakemberek, mint amilyenek ti vagytok, és mond még 3-4 nevet. Mondom azért, mert nálatok nem becsülik meg ezeket. Mire mondta, hogy hát nálatok se annyira, de mondom, ez mégiscsak egy más kategória, mert amikor kormányon van ez az oldal, akkor azért meg szokták fogadni a tanácsokat, míg 9 éve gyakorlatilag semmilyen szakmai vagy tanácsot. Nem. Nagyon sok mindent sikerült azért elintézni, és én úgy gondolom, azért hogy... Azért csak kibújik önből a politikus. Kedves nézőim, az elmúlt 45 percben megpróbáltam bemutatni önöknek dr. Komáromi Zoltánt, egy vidéki gyereket, ami egy nagyon világos városkába született, mentőorvos volt, orvos lett, fölkerült a fővárosba, természetesen ahhoz, hogy ilyen állapotban van, az köszönhető a feleségének, mert nélküle ez nem ment volna. Nem csak mert 92 beteg, hanem mert vágyodik mindig azért a reflektorfényhez is, hol jut rá fény, hol kevésbé, és amikor a reflektorfényt keresi, akkor állítólag nem önmagának akarja fényt, hanem szeretné azt a nagy tapasztalatot, amit megszerzett, úgy, mint mentős, úgy, mint házi orvos továbbadni, hisz nem csak a gyógyításhoz ért, hanem a szervezéshez is. Ha valaki lemaradt pár mondatomról, akkor nézzék újra. Ez egy örökzöld adás lesz. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm, megkívánok. Sok-sok pácienst tovább gyógyítson, és ha elfárad, akkor menjen el egy héten nyaralni, aztán jöjjön vissza, addig lehet helyettesíteni. További jó tévézést, aki nem tud aludni, nézzék újra a nappali programjainkat. Időnként egy kicsit lehet pihentetni is a szemüket egy jó kis olvasással. Jó éjszakát velem holnap reggel a Pirkadatba. Ez volt a 7 órás vendég a Pirkadatba. Reggeli politikai magazin műsorunkba várom önöket. Jó éjszakát!